Örülünk ennek a győzelemnek, és hát erre készültünk igazából már hetek óta, és nagyon örülök, hogy átszakadt ez a gát a csapatban, úgyhogy haladunk tovább remélhetőleg ilyen úton. Mennyire alakult úgy ez a meccs, hogy vártátok? Nagyjából ez volt a forgatókönyv, a várható forgatókönyv? Igen, mindenképp ez volt a várható forgatókönyv, hogy nyerjünk, és hogy egy ilyen jó meccset játszunk. Nagyon sokat kivett belőlünk ez az utóbbi időszak, főleg lelkileg, mivel nem nagyon tudtunk rájönni, hogy mi volt a probléma, hogy miért nem jönnek a győzelmek, de úgy gondolom, hogy ezt most kellőképpen lezártuk a Kisvárda ellen, és tényleg nagyon jó teljesítmény nyújtottunk, mint védekezésben, mint támadásban, és ennek volt köszönhető ez a nagy arányú győzelem. Következik a Budaörs. Idegenben azért ez nem lesz egy könnyű mérkőzés. Minden pont számít, ugye? Hát remélem, hogy ez a két pont hazajön velünk ide Fehérvárra, és minél feljebb jutunk a tabellán. Mindenképp hazai pálya ugye nagyon nagy előny lesz számukra. Vannak nagyon rutinos játékosok, de hát megpróbáljuk őket megfékezni, amennyire tudjuk, és gyors rohanásokkal véghez vinni a támadásunkat. A Fradin kívüli meccsen, mind a három meccsen van esélyünk, úgy gondolom. Ha ilyen játékot mutattunk, mint a Kisvárda ellen, akkor abszolút-e. Beleteszünk mindent, és úgy fogunk dolgozni, hogy minél jobban alakuljon a szezon vége. Jó csapatnak gondolom a Budaörsöt, egy erős középmezőnyű csapat. Már készülünk rájuk a héten, készültünk, és úgy gondolom, hogy mindent bele fogunk tenni, és azon leszünk, hogy elhozzuk tőlük a két pontot, mivel biztos van bennük hiányérzete az itthoni meccsünk miatt, amit ugye egy góllal mi nyertünk meg.